A harmadosztályú bajnokság rangadójára készül az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A piros-feketék szombaton a listavezető Lénárt falva otthonában lépnek pályára, és ez a mérkőzés sorsdöntő lehet a feljutást illetően. Megszenvedett a Tordai Jári Jéshul ellen a másodosztályba való feljutásért küzdő FK Csíkszereda, amely hiába játszott több mint egy fél időt emberelőnyben, mindössze egy góllal tudta legyőzni a kolozs megyeieket. A csíkiak jelenleg a tabella második helyén állnak, és szombaton a listavezető Lénárt falva otthonában lépnek pályára, ahol akár a feljutás sorsa is eldőlhet, hisz győzelem esetén pontszámban beérik a máramaros megyeieket, vereség esetén viszont 6 pont különbség lesz a két csapat között. Most készülünk arra, hogy megyünk oda, és hozzunk 3 pontot. Reméljük, hogy össze is jön, csak a mai játék alapján, nem csak a mai játék, hanem az utolsó 3 játék alapján. Sajnos a fél idő között nagy az ingadozás, meg a helyzeteket, amiket sikerül nagy nehezen kialakítanunk, nem tudtuk berúgni. Dolgozunk ezen a héten, hogy szombattal kezdve a helyzetek vagy félhelyzeteket, amiket kialakítunk, azokat tudjuk berúgni. A két csapat legutóbbi összecsapása októberben volt, akkor a Lénárt falviak 3-0-ra nyertek Csíkszeredában, így van mit törlesztenie a piros-feketéknek. A találkozóra szombaton délután 17 órakor kerül sor.